Sziasztok! Először is szeretném leszögezni, hogy a gyors gitározás nem lehet a végső cél, maximum csak egy eszköz. De persze mindenkiben ott motoszkál a kis ördög, hogy szeretne tudni brutálisan gyorsan játszani. Én Kóródi Tomi vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy milyen gyakorlatokat csinálj, hogyha szeretnél tudni gyorsan is játszani. Az egyik legfontosabb dolog a gyors játék eléréséhez a két kéz tökéletes szinkronja, illetve a hangok megszólaltatásának a pontossága. Ez alatt azt értem, hogy majd amikor ezeket a gyakorlatokat csináljátok, nagyon kell figyelni arra a szabályra, hogy az egyik hang addig tart, amíg a következő meg nem szólal. Tehát egyszerre kell lepengetni az adott húrt, és lefogni a megfelelő hangot. Nagyjából így kellene kinéznie. Megmutatom a rossz példákat is, de ezeket azonnal felejtsétek el, ahogy megnéztétek. Az egyik hiba az szokott lenni, amikor az adott hang nem tart a következői. Ez így néz ki. Gyakori hiba még, amikor húrváltásnál az egyik hang tovább tart, azaz két hang szól egyszerre. Mutatom ezt is. Szóval ezeket most azonnal felejtsétek el. Két kéz összehangolására mutatok egy jó kis gyakorlatot, de ezt eleinte lassan csináljátok, hogy biztosak lehessetek benne, hogy tökéletesen pontos a végrehajtás. Először fölfelé. És visszafelé is gyakoroljátok. És akkor térjünk is a gyorsításra. A legtöbben úgy gondolják, hogy úgy fognak tudni gyorsabban gitározni, hogyha eleinte szépen lassan gyakorolva, majd apró lépésenként pár BPM-eket növelve elérik a kitűzött sebességet. Ennek csak a fele igaz. Az a rész, hogy eleinte lassan kell begyakorolni az adott mozdulatot, az igaz. Viszont utána, hogyha ez megvan, akkor el kell kezdeni keresgélni azt a határt, ahol a leggyorsabban, de még pontosan tudod eljátszani az adott dolgot. Martin Miller nevű gitáros mondta az egyik videójában azt a hasonlatot, hogy attól, hogy tudsz sétálni, nem biztos, hogy futni is tudsz. Teljesen más mozdulat a kettő, és ez itt is abszolút igaz. Attól, hogy el tudsz valamit lassan játszani, egyáltalán nem biztos, hogy gyorsan is el fogod tudni. Szóval, ami a legfontosabb következtetés, ahhoz, hogy gyorsabban tudj játszani, gyorsabban is kell gyakorolni. Ez nagyon fontos. És akkor most nézzünk néhány általános sebességfejlesztő gyakorlatot. A legegyszerűbb az az, amikor kiválasztasz egy hangot, majd ezt a hangot váltott pengetéssel, azaz le-föl, a neked maximum sebességen pengeted. Nézzük! A második gyakorlatban váltokosd a 8-adokat és a 16-adokat. Azzal, hogy először mondjuk 8-at triolákat játszol, és utána 16-odokat. Ezután jöhetnek azok a gyakorlatok, amikben már több hang is lesz, de az elv az ugyanaz marad. Itt már nagyon figyeljetek a két kéz szinkronjára. Először játszatok 8-adokat, utána 16-adokat, ugyanúgy, mint az előbb. És most ugyanez visszafelé. Vegyesen. Köszönöm szépen!
most jöhetnek a két húros gyakorlatok. Itt nagyon figyeljetek a húrváltásnál, mert az a legnehezebb rész. Ezt javaslom, hogy részletekben gyakoroljátok majd úgy, ahogy én is, mert kell idő, hogy fejben felkészüljetek, illetve a kezetek sem fog annyira elfáradni. Kezdjük a húronként négy hangosokkal itt is. És akkor a végére még két húronként két hangos gyakorlat, fölfelé és lefelé. És pár jó tanács még a végére. Fontos, hogy metronommal gyakoroljatok, de nem kell mindig. Néha csak próbáljátok meg a leggyorsabban eljátszani az adott dolgot, ahogy csak bírjátok. Fontos az a kéztartás mindkét kéznél, illetve hogy az ujjaitokat ne emeljétek el messzire a húroktól, valamint gyakoroljatok tiszta hangszínen is és torzítóval is. Remélem tudtam segíteni, ha tetszett a videó, akkor iratkozz föl, és remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok! De ez az őrült sok gyakorlás, vagy villámgyors gitározás nem ér semmit, hogyha mondjuk elfelejtitek a nőnapot. Március 8. Mindjárt itt van.